Jó estét! Ne veszem, jó? Mert mégiscsak a rock'n'roll az nem egy tárc. Igen. Hadd mutassam be Klavicai Gábor, aki nekem adott egy cserét kávát, és azóta is, amikor be kell fűteni, hát most már lassan be kell, akkor mindig eszedbe jut, hogy ha ő nem lett volna, akkor most fáznék. És hát hadd mutassam be a Rudit, aki szintén itt áll mellettem, ha jó a képzelő előttük, akkor elképzelitek. Hát a Rudi nem adott cserépkáj, hát inkább valami emberi menekséget adott. Sohasem volt a barátom, sohasem voltunk haverok. Egyszer véletlen összefutottunk, és úgy éreztem magam, mintha egy rejtőkönyvbe csöppentem volna bele, mert oda jött egy csávó, ilyen ebben a szöreg, mit akarsz, elővette a rugós kését, megpörgette, elővette egy üveg pálinkát, mély hangon öblösen beszélt, és nagyon mérges arcot vágott, és elkövette azt a hibát, hogy belenézett a szemembe, én meg az övébe, és akkor hirtelen minden lehámlott, és úgy éreztem magam, mintha mind a ketten ilyen 5-6 évesek lennénk, és valami hihetetlen szeretet és melegség öntötte el a lelkünket. Én eléggé zavarva vagyok, mert nem szoktam olyan embereknek kiállítását megnyitni, akik már a más világon vannak. Legutoljára a Bódi Gábor halálának a 10. évfordulóján kértek meg, hogy tartsak egy beszédet, és mindenki nagy várakozással tekintett elé. És akkor megkértem az embereket, akik ott voltak, mindenkit, hogy álljanak fel, úgyhogy most titeket is megkérek mindenkit, hogy álljunk fel. Mindenkit megkérek, hogy álljunk fel, még az operatőrt is. És egy perces néma csönddel adózzunk Rudi emlékének, majd én számolok magamba. Egy. A 40-nél tartok, a másik 20-at mindenki saját magába számolja. Folytassuk. Köszönöm szépen. Átadom a szót Klavicai Gábornak. Visszatenjem a mikrofont? Még egy dolgot szeretnék mondani. Nekem egyetlen egy kép tetszik. Az első ott, ahol az egy választási plakát, nem tudom, hogy készült, és ott van a Rudi is benne. Nem is értem, hogy miért, de nagyító lencsével megnéztem az arcát, a tekintetét. Jó hosszan sokáig javaslom, hogy nézzétek. Ha kell, kölcsönadom a nagyító lencsémet. Mert az arcán, a tekintetén ott van, mintha ő már előre tudná azt, amit én. Köszönöm szépen! Én is mindenkit szeretettel üdvözlök ennek a kiállításnak a megnyitóján. Én nem ismertem Rudit, én ezzel az egész életművel most ismerkedtem meg ennek a kiállításnak a kapcsán, és meg kell mondanom, hogy nagyon
melbe vágott ez az anyag. Ez a, én foglalkoztam, ugyan középkorkutató vagyok, de sokat foglalkoztam a 70-es, 80-as évek szubkultúráival, és ez éppen azt a pillanatot ragadja meg dokumentumszerűen, illetve nem is dokumentumszerűen, hanem művészileg és valahogy személyesen, ami ennek a 70-es, 80-as évek budapesti undergroundjának a végét jelentette. Végét vagy inkább a kezdetét valami másféle létformának. Itt a két tablón, a két vetítővászon, ahol látok, ahol állok, egyik oldalon az undergroundot, másik oldalon a föld feletti részt lehet látni tulajdonképpen. És ez is mutatja azt, hogy egy valami paradox helyzet történt a 70-es évektől kezdve már folyamatosan, de hirtelen 1989-ben. Az, ami föld alatt volt, az, amit még egészen a 80-as évek végéig valahogy egybekényszerített egy olyan rendszer, amelyikben nem csak ezek az ifjúsági underground megnyilvánulások, hanem a politikai mozgalmak, a vallási megnyilvánulások, az ellenzéki filozófusok és sok mindenki ugyanabban a szűk kis föld alatti térben osztozott ennek az életnek egyrészt egy kicsit az ellenállás, az üldözöttség tudatában, másrészt azzal, hogy megismerkedik egy olyan fajta kultúrával, vagy él egy olyan kultúrával, egy olyan alternatív másik világban, amelyik azért egy élhető és érdekes rendszert adott. Ez hirtelen akkor ma a napvilágra került, megszűnt a nyomás, és a kérdés az, hogy mi történt akkor, és ezekben a képekben tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy egy külföldi, egy érzékeny szemű francia fotográfus, valaki, aki ráadásul, ahogy András bemutatta, megérkezett ebbe a budapesti félvilágba, vagy a nyilvánosságba került ifjúsági szubkultúrába, és egyszerűen annyira beleszeretett, hogy itt maradt 3-4 évig, elkezdte dokumentálni, csinált vagy 100 videófelvételt, polaroid felvételeket, maga is kiállított, elkezdett megnyilvánulni ebben a közegben. És nagyon érdekes az a lenyomat, amit kapunk ezekből a képekből, amiben a választási plakátoktól, az ifjú fideszesektől kezdve a művész élet szereplőig, egészen a takályfűtőig és más megnyilvánulásokig sok mindent lehet látni, sok mindent meg nem lehet látni. Tulajdonképpen töprenghet a történész is, meg töprenghetnek a kor iránt egy kicsit már nosztalgiával érző, arra visszagondoló emberek, hogy mi az, ami megjelenik, mi az, ami meg tud jelenni egy ember, és mi nem. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a mérleg az nagyon-nagyon érdekes, mert azt lehet látni, hogy ez a budapesti szubkultúra, ez megihlette Rudit, egy olyan módon illeszkedett bele, ahogy nagyon kevesen a külföldiek közül, egy félvilági vagy a budapesti szubkultúra személyisége lett, barátságba került nagyon sok mindenkivel, zenészekkel, művészekkel, klub tulajdonosokkal. Lehet látni azokat a színtereket, ahol ez elkezdett új életet élni, a Fekete Lyukat, a Tilosazár, Zanzibár. És ezekben a filmekben egy sor olyan beszélgetés is van, ez persze sok száz óra, Szöke Anna már egy nagyon jó bemutatót adottan a falon lehet olvasni, hogy mi mindent lehet látni ezekben a filmekben. Én eltöltöttem egy pár órát, interjúk is vannak, Müller Pétertől kezdve a Zanzibár klub vezetőnőig, aki a rendőri zaklatásokról panaszkodik, és azt lehet látni, hogy mindez ugyanakkor egy művészetté válik Rodolf Hedvig kezében, egy olyan művészetté, ugyan ezt a művészetet, ezt azt lehet mondani, hogy a családi levegővel szívta magával, interjút készített apjával is, és valahogy egy furcsa ellenpontot ad a saját alkotásaival egyrészt. Az apja nagyon fontos művészeti teljesítményére, de egyúttal egy állítást, amivel ő valahogy elhelyezi magát ebben a budapesti kontextusban. Itt nem csak a képeket érdemes tehát nézni, hanem a videókat is, néhányat vetítenek, és a többi pedig itt a Nyílt Társadalom Alapítvány archívumában van. Ez egy olyan készlet, ami egy olyan privát történelmet és egy olyan művészi attitűdöt mutat, ahol a művészet tényleg átmegy az életbe, ahol a magánélet szinterei és a nyilvánosság szinterei és a félnyilvánosság szinterei
azok valahogy együtt adnak egy nagyon érdekes, kavargó esztétikai látványt. És ez a kiállítás megnyitó.